Anfang Juni Június elején Deutschland erklärt, Németország kijelentette, a kormányzat kijelentette, hogy a pandémiának csak akkor lesz vége, ha egy oltóanyag áll rendelkezésre a COVID-19 SARS-2-vel szemben. Legkésőbb ekkor nyilvánvalóvá vált, hogy egy nagy oltási program van előkészületben. 350 millió vakcina került megrendelésre az EU által az országok számára. És a következő hónapokban és a következő évben német állampolgárok milliói fogják föltenni maguknak azt a kérdést, hogy beszeretnék-e magukat oltatni. És sok ezer orvos fogja föltenni a kérdést, hogy oltani szívánnak-e. És ez az oka annak, amiért azt gondoljuk, hogy a bemutatása a tényállásnak mindkét oldal számára nagyon fontos. Nos, engem felkértek, nem egy német csoport által, nem német, német orvosok által, hanem ez a felkérés, ez külföldről jött, mégpedig Magyarországból, abból az országból, amely 31 évvel ezelőtt történelmet írt, amikor is az ország fölállt szuperhatalmak akarata ellenére, és azt mondták, ez az ország, a magyarok azt mondták, hogy az emberi jogok mellett kell kiálljunk, és az emberi méltóság sérthetetlen, érinthetetlen. Most ugyanez az ország, ami még egyszer valószínűleg történelmet fog írni, mert ebben az országban a legtöbb orvos ugyan azt gondolja, hogy a COVID-19-el oltás fontos lehet, de mégiscsak megkérdeznek engem, hogy az álláspontomat ezzel kapcsolatban előadom-e, amit nagyon szívesen teszek meg, és ez az előadás nem csak Magyarországon lesz elérhető, hanem mindenki számára elérhető lesz, aki érdeklődik iránta. 30 évvel visszaviszem most önöket az időben. Mainzba. Ez a magas épület, klinikai elméleti intézeteknek a háza, ez a klinikum, ez a város. És ennek az intézetnek a vezetését mikrobiológia és higiéne számára vettem át annak idején. Mikrobiológiával foglalkoztunk, virológiával foglalkoztunk, parazitológiával és higiéniával. Ezen kívül az oltási központ is ott volt, amihol dolgoztam. Egy oltáspárti voltam mindig is. De nek semmi köze nincsen arról, amiről ma beszélgetünk. Ugyanis ma immunitásról szeretnék beszélni, az oltásról COVID-19 SARS-CoV-2-vel szemben. Nos, annak idején sok csoportból, munkacsoportból álltunk, mely minden héten összeült, hogy problémákat beszéljünk meg, és ott volt egy nagyobb probléma, akkor az volt a feladatunk, hogy kicsit visszavegyünk, félrevonuljunk, gondolkodjunk, papírra vessük a gondolatainkat, és másnap összejöjjünk, és elmondjuk a kollégáknak, hogy mi is az, amit gondolunk, és hogy egy párbeszédet, egy diszkusziót, egy konszenzusra jussunk. Ez az, amit ma önökkel tenni szeretnék. Immunitásról lesz most szó a koronavírussal szemben. És ez, amit most elmondok önöknek, az nem az én kitalációm, hanem az, ami a könyvekben le van írva. Ismeretes, hogy a védelem az két oszlopon áll. Az egyik oszlop az antitestek, amik a vírus kötődési molekuláira, úgynevezett spike-aira kötődnek rá, és megakadályozzák, hogy bejussanak a sejtbe a vírusok. Hogyha ez a védelemet ezt legyőzi a vírus, akkor a vírus bekerül a cellába, szaporodik, de a szaporodásnál valami nagyon érdekes dolog történik. A vírus részei jelennek meg, mégpedig a vírus szemetek
a cellának a felületén, amit limfociták felismernek, és ezek a gyilkos limfociták ezeket a cellákat is megölik. És utána a tűz el van oltva, a gyár megsemmisítésre kerül, az ember megint egészségessé vált, föláll, abba hagyja a köhögést, már nem lázas. Nos, az antitestek általi védelem nagyon egyszerűen hangzik, az is alapvetően, de összességében ezt a stratégiát mégsem értik meg sokan. Egy vírusnak nagyon sok kötődési pontja van antitestek számára, és nagyon sok antitestünk van, amit képez a szervezetünk a vírusokkal szemben, de csak és kimondottan azok az antitestek, amik a fogókezecskékkel szemben kerülnek termelésre, amik minket valójában megvédenek. Azok az antitestek, amik a többi, pont, többi kötődési ponttal kapcsolatban kerülnek képzésre, azok jelen vannak, de nem védenek meg minket. Tehát, hogyha egy antitest igazolás után kutatunk, és föltesszük a kérdést, mi az értelme és mi az interpretáció annak, hogyha találunk antitestet vagy sem, három dologra kell odafigyelnünk. Először is, hogyha valakinek nincsen antitestje, nem azt jelenti, hogy valaki nem esett át egy fertőzésen, és azt sem, hogy nincsen védelmünk. Gyakori ez a megfigyelés, hogyha valakinek erős szimptomái vannak, akkor sok antitest kerül képzésre, de hogyha nincsenek, vagy alig vannak szimptomák, akkor alig mérhetők ezek az antitestek. A második pont, hogyha valakinek antitestjei vannak, az nem azt jelenti automatikusan, hogy valaki immunis, és nem lehet beteg, mert az igazolásnál az összes antitestet megtaláljuk, nem csak a valójában védőket. Harmadik, és a döntő, amit kevesen tudnak, hogy az igazán fontos és döntő az antitesteknél, hogy a vírus fogókezecskére kötődjenek rá, és legyen elégséges mennyiség belőlük, hogy egy védőfalat képezzenek. Mert a vírus és az antitest közötti harc az olyan, mint amikor két hadsereg találkozik egymással. És ha egy vírus meg lehet fogni néhány antitest által, de hogyha az antitestek elfogytak, akkor azok eltűntek, és hogyha túl sok a vírus, akkor a vírus áttöri ezt a falat. Az oltások, tehát amik az antitestek képzésére alapoznak, csak akkor lehetnek sikeresek, hogyha testünkben jelen van elégséges mennyiségű antitest. Hogy van az immuncellákkal, a limfocitákkal kapcsolatos védelem? A limfociták, azok felismerik a vírusproteinok részeit, amik tulajdonképpen egyféle szemétként jönnek létre a termelés során, és a sejt, a cella felszínére kerülnek. Ezek a limfocinák felismerik ezt a szemetet, mégpedig specifikus módon. Tehát a limfociták, akik felismerik a koronavírusokat, azok csak a koronavírusokat ismerik föl, és nem például a gyermekbírulásos vírusokat. Ez ennek a specifikása, az immunrendszer specifitása. És ezek a limfociták, nek van egy emlékező képességük. A fontos kérdés, hogy a koronavírusok szemben elleni védelemnél mi játszik nagyobb szerepet? Az antitestek vagy a limfociták? Ezt a kérdést sokáig nem lehetett megválaszolni, de én azt hiszem, hogy érdekes módon pont ez a koronás történet adja meg nekünk a választ erre. És ezt szeretném most önöknek következőkben hipotézisként előadni, és végtelenül hálás lennék, és boldog, hogyha önök ebbe a beszélgetésbe, vagy diskurzusba beszállnának. Mert ez egy döntő pont. Nézzék, itt vannak az antitestek, akik az a feladatuk, hogy a vírus kis karocskáját lekössék, hogy ne tudjon a vírust okkolni, itt pedig a limfocita van, de hogyha sikerül nekik, akkor a cellát megölik. Mennyire hatékony az antitest védelem a szervezetben? Láttuk, hogyha elég az antitest a szervezetünkben, kevés a vírus, akkor a védelem jó. De ha több a vírus,
akkor villanyékeny lesz ez a védelem, és hogyha több a vírus, mint az antitest, akkor már nem adott ez a védelem. Ezért nem lehet azt mondani, hogy védettek vagyunk, hogyha antitesteink vannak. Éppen ezért az ötlete az immunitás igazolványnak, ami antitestekre alapszik, egy nem tartható dolog, és alapvetően egy teljes nonsens. Egy másik probléma, hogy az antitestek által történő védelem, ez nem tartós, ugyanis az infekció stimuláció által ugyan megnő a száma az antitesteknek, de elég hamar visszaesik, és már néhány hónap múlva, mert olyan pici ez a védelem, hogy a vírusokkal találkozik, akkor áttörik ezt a védelmet. Tehát alapvetően értelmetlen egy immunitás igazolás után kutatnunk, ugyanis ez az igazolás ez nem fog semmit mondani. Nem fogja elmondani, hogy mennyi antitestjük van, és ez sem, hogy meg tudja önöket védeni. A válasz mindig az lesz, hogy valószínűleg nem védi már önöket. Ha egy második infekció, második fertőzés jön, akkor ez a védelem megint kilő magasba, de ugyanúgy megint hamar visszaesik. Nos, sokan azt kérdezik, hogy akkor influenza olyan sem lehet oltani. Miért létezik akkor influenza oltás? Nos, és most éppen ezért egy kis kitekintést szeretnék tenni. És ezt szeretném magyarázni önöknek, hogy miben is különböznek alapvetően az influenza vírusok a koronavírustól. Az influenza vírusoknak egy olyan genomjuk van, ami szekventált. Ez olyan, mint egy kis vasúti vagon, ahol a vagonok egymáshoz vannak csatlakoztatva, de le tudnak válni egymástól. Egy gén létezik a kezek számára, egy a lábacskák számára, egy a test számára, egy az agy, és így tovább. És a két vírus, ez az egyes számú és a kettes számú influenza vírusunk, különböző génekkel egy cellán belül összekerülnek, mert például a sertéscellák azok többféle vírust föl tudnak venni egyszerre, akkor egy cellán belül megtörténhet, hogy kicserélik egymás között ezeket a géneket, a vírusok. Például a kezecskék génjei. Ez azt jelenti, hogy ha önök egy vírus, és én egy vírus vagyok, és találkozunk egy szobában, akkor ki tudjuk egymás kezeit cserélni. És én kimegyek a szobából az önök kezeivel, önök pedig az én kezeimmel. És ezek a kezek nagyon különbözők lehetnek, mert ezek a kezek, ezek évtizedeken keresztül változtak. És éppen ezért, hogyha van egy védelmi az A-val szemben, akkor az A vonal, vagy A vesző elleni védelem már nem is működik, és ez az ötlet mögötte, hogy kicserélt génekkel szemben csinálnak védőoltásokat. A koronavírusoknál ezek a genomok nincsenek. Ez azt jelenti, hogy csak ezek a pici kezecskék nagyon-nagyon picit tudnak csak megváltozni. Nincsen cserére képességük. Mi is van a T-cella keresztimmunitással? Nos, láttuk, az immunitás tovább tart, az azt jelenti, hogy ha itt meglettek fertőzve, akkor éveken keresztül gyilkos limfocitáik voltak, akik készültségben álltak. És hogyha jön egy másik vírus, akkor ez a karja az immunitásnak az védelmet tud gyújtani. És ez azt jelenti tulajdonképpen, érdekes módon, hogy a T-cella immunitáson keresztül hosszabb védelmet élveznek, mint az antitestek általi védelemben. És hogyha egy másik vírus és egy újabb fertőzést indít, akkor az immunitás, ez is ki fog lőni, pont olyan, mint egy ismétlő oltás antitestekkel. Most az a kérdés, rendelkeznek-e egészséges emberek keresztreaktív cellákkal SARS-CoV-2-vel szemben? Meg lehet ezt egyáltalán vizsgálni? Ugyanis, ha abba belegondolunk, hogy a SARS-CoV-2 és normális koronavírusok nagyon azonos szeméttermékei vannak,
akkor azt gondolhatnánk, hogy a télinfociteink, amik megismerték a régi koronavírusokat az évek alatt, akkor ezek az új koronavírust is fölismernék, és föl kéne, hogy ismerjék. Meg lehet ezt vizsgálni? A válasz igen, ez lehetséges, és hála Istennek ez éppen megtörtént. Mégpedig nagyszerű módon egy német kutatócsoport által, akik Hans-Georg Römingen-Remenzé körül vannak Tübingenben, aki egy vezető személyiség ezen a téren. És amit ezek a kollégák és kolléganők tettek, az csodálatra méltó. 180 SARS-CoV-2 pozitív vérpróbát vettek, akik az epidémia alatt vagy megbetegedtek, vagy éppen nem voltak megbetegedve, de pozitívak voltak, akik túlvészelték ezt a infekciót. És ugyanígy vettek 180 próbát korábbanról, és megvizsgálták ezeket a próbákat is, és legnagyobb örömünkre megállapították, hogy a vérdonorok 80%-a a SARS-CoV-2 megelőző időszakból, akiknek nincsenek is antitestjeik SARS-CoV-2 ellen, az emberek 80%-ának van reaktív cellájuk, amik megismerik, felismerik a SARS-CoV-2-t. Azoknál, akik átestek szimptomamentesen a fertőzésen, tehát szimptomak nélkül, azoknál 100%-os csak ezek a cellák. Ez csak azt jelentheti, hogy ez a SARS-CoV-2 fertőzés olyan volt, mint egy ismétlő oltás. Mert a válasz az azonnal jött, nagyon erősen, nagyon nagyszerű módon. Létezik-e utalás arra, hogy ez volt az oka annak? Ez volt az alapja a keresztimmunitásnak. Most ezt 100%-osan nem tudjuk bebizonyítani, de a tény a következő. A SARS-CoV-2 fertőzések 40-50%-a Észak-Európában mindenféle szimptoma nélkül folyt le. 30-40% nem voltak erős szimptomái. És ezek olyan számok, amiknek bárki utána nézhet a statisztikákban, amik rendelkezésre állnak. A Robert Koch Institute magyar saját maga is azt publikálta, hogy összes páciens közül, akik Németországban SARS-CoV-2 pozitívak voltak, közülük 17%-uk kapta kórházi kezelést, ez azt jelenti, hogy 83%-uk nem voltak súlyosan betegek. 1,3% intenzív ellátásra szorult. Összesen csak 1,3%. Ez a szám pedig megegyezik pont azzal a számmal, amit 4 hónappal ezelőtt prognosztizáltam, mondtam előre. Ez azt jelenti, hogy a T-cellás keresztimmunitás alapján legvalószínűbb módon, mert nincsen más magyarázat, mint ez, a népesség 85%-a már elégségesen védett. Ezt is realizálni kell. Ez a nyájimmunitás. Mert az immunitás nem azt jelenti, hogy valaki nem lesz fertőzött, az immunitás azt jelenti, hogy valaki fel van fegyverkezve a betegséggel szemben, a nehéz betegséggel szemben. Ezt kell valójában átgondolni. Ki veszélyeztetett egyáltalán? Tény, hogy a halálozási arány összességében 0,15% és 0,23% között mozog. Talán még sokkal alacsonyabb is, mert ez egy nagyon becsült szám. Ami tiszta, hogy 65 év alattiak közül soha senki nem hal meg egy SARS-CoV-2 fertőzésben. A halálozási arány talán 0,005 ezrelék, talán 0,006 ezrelék, vagy talán 0,01 ezrelék, de teljesen jelentéktelen. Ez azt jelenti, hogy 65 év alattiaknál 20 ezerből egy ember fog meghalni, és a többiek nem. Hogyha valaki 80 év fölött van, akkor a halálozási arány természetesen van valami magasabb. Becsült érték 1 és 2% között, de a vírus
alhalnak meg. Ez azt jelenti, hogy a vírusnak a megtalálása ezeknél a halottaknál az általában egy véletlen, nem pedig az oka az elhalálozásnak. Nos, induljunk ki abból, hogy ez tényleg valójában 1-2%. Akkor a halottak számát, a korona áldozatok számát ki lehet számítani a meglévő és jelenlévő statisztikák alapján. És a számítás a következőt adja, amit önök is ellenőrizhetnek, hogy 10,000 emberenként 80 év fölötti korban összességében évente 1200 ember hal meg, ez közismert. A fele ebből szív- és keringési megbetegedésekben. Utána van rákmegbetegedés, utána 10% a légúti fertőzésekben hal meg. Ez azt jelenti, hogy 100-150 ember 80 év fölött korban per 10,000 ember hal meg Németországban légúti megbetegedésekben. Ebben az évben COVID-19 10 ilyen megbetegedésben volt jelen. Ez egy olyan részesedés, ami ebben a nagyságrendben, mint bármelyik influenza vírus, mint más vírusok, mint adenovírusok, vagy akár normális rinovírusok. Tehát ez nem egy magasabb szám az átlagnál. Más kórokozókkal való összehasonlításban sem. Minden összehasonlítható. Ez az oka annak, amiért mindig újból és újból mondtuk, hogy a COVID-19 vagy SARS-CoV-2 bizonyított módon nem veszélyesebb, mint egy szezonális influenza, vagy egy közepes influenza. És az emberek, akik most jönnek, és azt mondják, hogy de hát hiszen ez csak azért volt, mert voltak intézkedések, korlátozások, azt kell nekik mondani, nézzék, azok, akik 65 év alatt vannak, azok tényleg fertőzöttek voltak. Talán volt 100 000, vagy még több, vagy 120 ezer. Vagy 120 ezer volt. 10 áldozattal. Vagy 240 ezer. Hogyha nem vittük volna végre a korlátozásokat, az jelentéktelen. A százalékos arány az, ami fontos. Most jövünk a kérdéshez, hogy olcsunk-e vagy sem, olcsunk-e főleg a 65 év alattiakat vagy sem. Kicsit beszélgessünk az oltásról. Az oltás egy mérföldkő volt a gyógyászatban. És a mai napig számos életet mentenek meg, ezt évtizedeken keresztül oktattam, és emellett kiállok. Az oltás viszont nem minden megbetegedésre működik, különben nem lennének fertőző betegségeink. És minden oltásnál mérlegelnünk kell a haszon és a károkozás közötti különbséget. Mikor van értelme egy oltásnak? A következőt javasoljuk. Hogyha egy magas halálozási arány, vagy magas károsodási arány áll föl, és ha egy, az oltás által egy magas védelem érhető el, klasszikus példa, ez a tetanusz esete. Oltunk, antitestek jönnek létre, az antitestek leesnek, évek után van egy kis antitest szint, szinte alig mérhető, de a különbség a tetanusz és a difteria között egyrészt és a légzéses megbetegedések között a SARS-CoV-2 esetén az a mennyiség, mert a difteria és a tetanusz mérgek. Olyan mennyiségekben gyilkolnak, amik nem is mérhetőek. Hogyha valaki tetanuszban hal meg, akkor tetanusz toxint már nem is nagyon fognak benne találni, nagyon kevés van jelen. Ezért évek után elég még, hogyha pici antitest szinten jelentkezünk. De légúti megbetegedések esetén ez nem elégséges. Ugyanis, hogyha önre elköhög valaki, aki beteg, akkor egy hatalmas dózis vírust kap a légutakba. Ez egy döntő különbség. Mikor nincs értelme egy orvásnak, akkor, hogyha a halálozási arány alacsony, és hogyha a védelem is ugyanígy alacsony, mint SARS-CoV-2 eseténél, mindenképpen. Egyáltalán végre lehet-e akkor vinni egy tömeges oltást? Az én válaszom erre egy egyértelmű nem, és ezt a kollégáimnak a magasházba ezt javasolnám, és az ő válaszaikra várnák.
és a reakciójukra ezzel kapcsolatosan. Most várok én is az önök reakciójára, az önök válaszára. Kicsit gondolkodjunk el az oltásokról, az oltóanyagokról. Konvencionális oltóanyagok következőképpen működnek, hogy a vírus vagy a vírus részt immunerősítőkkel, befecskendezéssel kerülnek. És utána az önök immunrendszere antitesteket képez. Génbázisú, gén alapú oltóanyagok másképp működnek. És ezekről van most szó. Gén alapú oltóanyagok esetén nem a fehérje részt fecskendezik be, hanem a vírus génjét fecskendezik be. Ezt egészen egyértelműen ki kell jelenteni. Tehát amit önök megkapnak, hogyha önök orvosok, amit beadják valakinek, akkor egy vírusgént adnak be valakinek. Hogyha önt beoltják, akkor önök egy idegen gént kapnak meg ezzel az oltással. Ez a gén akkor belekerül az önök cellájába, vagy hogyha önök orvosok, akkor abba, akit beoltanak ezzel. És a vírus része, vírus részt kezdik el utána képezni, szaporítani a szervezetünk saját sejtjei. Ezután már egy sejttermék lesz. Minden konvencionális oltásnál eddig a haszon és kockázat mérlegelését legalaposabban kellett eddig vizsgálni. Egy normális, átlagos oltóanyag kifejlesztése néha 5-10 évig tart. És ki kell jelenteni azt, hogy nincsen oltás kockázat nélkül. És hogy valaki ezt gondolja, hogy van, az egy nagy gondolat. Egyszer létezett egy történet, ahol minden szabályt, biztosítási szabályt figyelmen kívül hagyta. És ez 2009-ben volt, amikor a sertés influenza görgött végig a világon, és pánikolt az egész világ, nem ilyen módon, mint most, de hasonlóan, mint most a SARS-CoV-2 esetén. Spiegel a tudomány tükre nevű magazin kérdezte annak idején, ma már ilyet nem találnának ebben a magazinban. Furcsa módon. A pandémia automatizmus majdnem egy éven keresztül tartotta lázban a világot a sertés influenza járvány. Miközben kiderült, hogy csak egy igaziból teljesen ártalmatlan vírustörőről volt szó. Elolvasható március 12-én 2010-ben megjelölt cikkben. Sertés influenza professzor Németországban 45 000 halottól tartott. Sertés influenza járvány elleni oltások jöttek létre Amerikai Egyesült Államokban is. Gyermekeket majdnem, hogy kényszeroltottak. Ez az oltás Európában lelkesedésre talált, megtapsolták. És Németország 60 millió vakcinát vásárolt, Svédország az egész népesség számára vásárolt, Anglia és Franciaország is. Utána pedig oltottak. A németek azok tiltakoztak az oltás ellen. Azért, mert a halálozási arány a sertés influenzánál tényleg 0,002% alatt van. 2/10,000 ember halt meg, és a legtöbben azok általában idősek voltak, fiatalok nem haltak meg, ugyanúgy, mint SARS-CoV-2-nél sem. Legsúlyosabb oltási károsodások álltak elő hónapok után, amik sorsokat pecsételtek meg, leginkább gyermekeket és fiatal embereket érintettek, 1/10,000 arányban. Azt mondják, hogy jó, hogyha megmentünk 10 000 embert, és hogyha egy valakit feláldozunk cserébe, akkor ez egyszerűen így van. De hölgyeim és uraim, a 10 000-ből, gyermekekből és fiatalokból senki nem halt volna meg. De Svédországban nagyon magas arányban oltottak akkor.
és nagyon sok fiatalot és gyermeket. És ők a mai napig több száz narkolepsziás esetet jegyeznek. Olyan emberek, akiknél nem működik az alvási ritmus. És vannak olyan napok, ahol nem tudnak ébren maradni. Teljesen tönkretették az életüket ezeknek a fiataloknak. Észak-Európában kb. 2000 narkolepsziás esetet regisztráltunk, akiknek tönkretették az oltások által az életüket és az egzisztenciájukat. Németországban nagyon alacsony volt az oltási százalék, mert az emberekben nem mentek bele. Így narkolepsziás esetek is alig vannak. Németországban és Svédországban is alig haltak meg fiatalok közül. Tehát az oltás az így is úgy is teljesen értelmetlen lett volna. Le szeretném zárni ezt a részt, és az immunerősítőkről szeretnék beszélni most. Sokan azt feltételezik, és én közéjük tartozom, hogy ezek az immunerősítők potenciálisan veszélyesek. Én nem tudom bebizonyítani, de amit én most mondok önöknek, az az én elméletem, és szeretném, hogyha ezt megbeszélhetném önökkel. Immunerősítők felerősítik az immunüzenőanyagoknak a kibocsátását, amik felerősítik fölösítenek egy gyulladást. Ez azt jelenti, hogy ha egy vírusfertőzéssel rendelkeznek, és egy gyulladást kapnak, és korábban kaptak oltás formájában immunerősítőket, akkor ez a gyulladás SARS-CoV-2 által felerősítésre kerül. Ismert ugyanis, hogy a limfociták, még pedig a T-limfociták, a segédlimfociták koronavírussal szemben a citokin kibocsátását feltételezik, amit a gyulladás csökkent, vagy megfékez. És ez nagyszerű tanulmányban, egérkísérletben dokumentálva lett. Így tehát valószínűsíthető, hogy egy koronavírusos fertőzésnél az immunerősítők ahhoz vezetnek, vagy ahhoz vezethetnek, hogy ez a kifékező reakció gyakorlatban ezt megszűnik. És ennek ellenére felerősödik a fertőzés, a gyulladás. Nem tudom bebizonyítani. Nézzük meg 1918-ban a spanyol náthát. Egy hatalmas nagy talányt vett fel, amit a világot mai napig foglalkoztatja. Még pedig tudjuk azt, hogy 1918-ban nagyjából 1 millió katona, amerikai katona lett harcképtelen, nem ért a járvány miatt, és körülbelül 50-100 000 eddig egészséges katona belehalt a spanyol náthába. Miért is? Nem tudom. A tény viszont az, hogy ebben az évben 4,1 millió amerikai katonát oltottak tifusz ellen, és tifusz maga az oltóanyag, maga az immunerősítő, mégpedig hatalmas mód mértékben. Ez volt az ok? Nem tudom. Beszélgessünk erről. És ebben az összefüggésben a tény, hogy Olaszországban 10 kötelező oltás létezik. A világ legnagyobb oltás kötelezettsége van Olaszországban. És az olaszok kötelezettek influenza ellen, pneumokokusz ellen, menokokusz ellen, kötelezve be kell oltassák magukat többek között. És ezt meg is tették ebben a ezen a télen is. Nos, többet nem szeretnék ehhez mondani, azon kívül, hogy a halálozási arány Olaszországban fiatal emberek között is messze a legmagasabb volt, azt hiszem. Higgyenek nekem, hogyha önök hagyják magukat beoltani SARS-CoV-2 ellen konvencionális oltóanyaggal, higgyenek nekem, hogy immunerősítőket fognak, és én nem tudom azt, hogyha jön a következő koronavírus infekció, vagy influenzavírus ősszel, hogy utána jobban lesznek, vagy rosszabban lesznek. Nem tudom. Zu guter Letzt. Végezetül pedig hier. Génbasiert. Génalapú oltások. Sind die Fabriken. A mi celláink a gyárak.
oder nicht. Ez veszélyes vagy nem veszélyes? Nach meinem theoretischen Wissen. Elméleti tudásom alapján elképesztően veszélyes. Miért? Mert das haben wir schon mal gehabt. Erről már volt szó korábban. Wenn hogyha ein Virus egy vírus reinkommt, vírusként bekerül, és ezeket a spike-okat képzi, amiket utána kidob, akkor ezek a spike-okat valahol leépítésre kerülnek. Ezek szemetek. És ezt a szemetet a cella kilöki. És ezt, ami fölismeri, nem más, mint a limfocita. Gyilkos limfocita. És gondoljanak abba bele, önök közül 80%-a fiatal emberek, és idősebb emberek is rendelkeznek ilyen gyilkos limfocitákkal, akik készek a támadásra, és ez csak egy ön megtámadáshoz vezethet. És ez számomra annyira fontos, hogy az orvosok és a tudósok most összeüljenek, és konstruktívan erről beszélgessenek, hogy ez a veszély fönnáll-e. Mert hogyha ezt nem tesszük meg, akkor megsértjük az ősi kötelezettségünket. Összegzésként. Konvencionális és génbázis alapú oltások. Ezen haszon és kockázat aránya 65 év alattiak számára, ez az írásjel, ez az végtelen jelképezi. Mert a haszna ezeknek biztos, hogy nulla. És minden, ami nullával osztható, az végtelen. Minden kockázat túl magas. Minden kockázat túl magas. Kockázat, haszon aránya 65 év felettiek, ez lehetség, hogy ez egy oké. De ezt kiadós tesztelés és biztosítás után kell megállapításra kerüljön, nem pedig fiatal embereken, akik sokkal jobban ellen tudnak állni egy kárnak, mint idősebb, megbetegedésekkel rendelkező embereknél. De pont ezeknél az embereknél kell végrehajtsuk ezt a vizsgálatot. És egy ilyen vizsgálat nélkül soha nem tudjuk megállapítani, hogy vállalható ez a kockázat. A folyamatban lévő génalapú oltások potenciálisan veszélyesek, igazán veszélyesek, etikátlanok, mert annyira veszélyesek, és mert a veszélyt nem gondolták át előzőleg, ezek emberkísérletek, mert az előírt előtesztelés nem történt meg. Hölgyeim és uraim, gondolják azt végig. Azt szeretnék, hogy ezek a képek megismétlődjenek? Megismétlődhetnek ilyen képek? Szabad-e nekünk, embereknek oltani? Beolthatunk 7 milliárd embert ezen a bolygón? Mindegy, hogy melyik korosztályból? Adjanak nekünk erre egy választ. De akkor is, ha más véleményen vannak, engedjük, hogy beszélgessünk erről, mert túl késő lesz. A legszívesebb kérésem a népességhez. A népességnek ki kell állnia a joga mellett, hogy erről nyilvánosan beszélgessenek. Mondhatják azt, hogy ezt nem akarják, de hogyha ezt teszik, azt gondolom, hogy ez nem jó. Mert nem magukért teszik, ugyanúgy, ahogy én sem ezt az előadást nem magamért tartom. Engem nem fognak beoltani, soha nem engedem meg, hogy beoltsanak. De ezt azért teszem, az unokáimért teszem, a gyermekeimért teszem, és önökért, és az orvosokért, azért, hogy az orvosok a jó hírnevüket megtarthassák. Védjék meg a saját egészségüket, és a gyermekeiket, és az unokáikét. És az utolsó szavaim az orvosokhoz szólnak. És büszke vagyok arra, hogy én ma Budapesten önökkel együtt, és önökkel lehetek, és a kollégáimat, és kolléganőimet, azokat is, akik más véleményen vannak, hogy beszélgethessek velük. Mert azt gondolom, hogy ez a kötelezettségünk, hogy beszélgessünk erről. Kötelezettségünk, hogy a legjobb tudásunk és lelkiismeretünk szerint
Beszélgessünk és cselekedjünk. Auf Wiedersehen. Viszontlátásra. Und Ihnen, és önöknek alles minden jót kívánok.